Több topos pályázatot is elnyert az elmúlt időszakban Vásárosnemény. A szabolcsi település a turisztikára is összpontosít, de egy nagyszabású népesség megtartó program is zajlik a Berek szívében. Köszöntöm a stúdióban Vásárosnemény polgármesterét, Filip Sándorát. Nagy tisztelettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Na hát, mik ezek a bizonyos topos pályázatok, amiket az elmúlt időszakban elnyert? Büszkén elmondhatjuk, hogy Vásárosnemény a Berek szívében végre nem toporgunk, hanem elindultunk a topos projektek megvalósításával. Ezek közül kiemelt az a projektünk, amely az óvoda fejlesztésre irányul, hiszen épp a elmúlt héten zárult a műszaki átadása a projektnek. Ezen projekt keretében a játékország óvodái kettő csoportszobával, logopédiai szobával és orvosi szobával, valamint egy korszerű, modern játszótérrel bővül. A kisgyerekek alig várják már, hogy megszállják ezt a játszóteret, az óvónők pedig most már boldogan vennék birtokba az új épületrészt. Tudjuk azt, hogy az elsődleges és legfontosabb a gyermekeink számára a mozgás, és hogyha ezt a jó körülmények között egy jól felszerelt óvodában tehetik meg, az mindenképpen előrelépés, de azt is el kell mondanom, hogy köszönöm a szülők és a gyermekeink türelmét, hiszen a régi óvoda helyére egy bölcsődét építettünk, egy kistérségi bölcsődét, és ennek kapcsán az elmúlt években elég nagy csoportlétszámokkal, persze a törvényes kereteken belül mozogtunk, ezek a csoportlétszámok most már ideálisak lesznek. Létszámbővítéssel is járt? Egy minimális létszámbővülésünk lesz, de ez annak köszönhető, hogy szerencsére a gyermekek szaporasága, a szülők szaporasága egy nagyobb a városban, tehát a lakosság aránya és létszáma növekedett, ezáltal a kisgyermekek száma is növekedett a városban. A bölcsődei férőhelyek száma is nőtt ezzel a helycserés. Igen, a bölcsődei férőhelyekkel érdekes nálunk, hiszen amikor a bölcsőde végre tudott indulni, akkor 9-10 gyerekünk volt, aztán hirtelen ez a létszám elérte a maximális terhelhetőséget, a 28 főt, hiszen két csoportszobánk van a bölcsődében, és 12-14-en várakoznak. Tehát mivel ez kistérségi bölcsőde, ez Vásárosnemény és a Vásárosnemény kistérséget, a járást is érinti, és örömmel tapasztaljuk azt, hogy most már várólista van, és a várólista kapcsán el kell gondolkodnunk azon, hogy a bölcsődét fejlesztjük-e a jövőben, vagy sem. Ez azt is jelenti, hogy egy kicsit megpezsdült a munkaerőpiac Vásárosnaményben, és a kismamák hajlandóságot mutatnak arra, hogy hamarabb visszamenjenek dolgozni? Így van, egyre többen, és próbálnak már időben jelezni. A 1-2 hónapos kisgyermekek esetében a szülő már jelzi, hogy mikor szeretne visszaállni. Szerencsére a városban a munkalehetőség is adott, úgyhogy nagyon sokan minél hamarabb szeretnék igénybe venni ezeket a lehetőségeket is. Lehet, hogy vannak olyan topos pályázatok, futó projektek, amik éppen ezt célozzák? Igen, futó, sőt, kerékpározó programjaink is vannak, hiszen kerékpárút is épül a városban. Ezután is szeretnénk megköszönni az önkormányzat nevében és a képviselőtestület nevében a lakosság türelmét, hiszen tudjuk azt, hogy egy beruházás mindig kényelmetlenséggel jár, ilyenkor az a jó, hogyha előre tekintünk. Vásárosnemény központjából indul ki az a kerékpárút, amely a város központot köti össze több közintézménnyel, kórházzal, iskolák, üzletekkel és Kisvarsánnyal. Tudjuk azt, hogy a kisvarsányi település részen és onnan tovább már megvolt a kerékpárút. Itt egy 2,2 kilométeres szakasz kerül megépítésre. Nyilván ennek megvannak a különböző technikái, hiszen a világítást, a közvilágítást át kellett helyezni a másik oldalra. Nyilván időnként nem szerencsés módon, de fa visszavágásokra és kivágásokra is sor került. A lakosság eleinte nem értette ennek miként, de mindenkit megnyugtattunk, hogy amennyiben fa kivágásra kerül sor, azt 8-szorosan, 10-szeresen is pótoljuk, hiszen ennek a kisvárosnak a lényeg az, hogy legyen zöldváros. Van egy zöldváros projektünk is folyamatban, erről még nem sokat tudunk, de van egy másik olyan projektünk is, ami a kerékpárúthoz szorosan kapcsolódik, ez pedig az ipari területen egy útépítése. Látjuk azt, hogy az ipari területünk, ez sohasem volt ipari park, ipari területnek neveztük régebben is, viszont nem volt belterületi útja ennek a területnek, épp ezért pályáztunk egy 510 milliós forrásra, amelyet elnyertünk, és ezen útnak a megvalósítása is folyamatban van, ennek az első lépéseit tettük meg. Nyilván itt az útépítés, amikor már tényleg látható, és az majd jövőre valósulhat meg. Fontosnak tartom azt is, hogy a kettes szegregátum fejlesztése kapcsán egy másik olyan topos projekt valósul meg a városban, amely kimondottan célzottan a cigányság életminőségét fogja javítani. A városban
a cigányság igyekszik bekapcsolódni a mindennapi életbe hatékonyan és normális módon, a roma nemzetiségi önkormányzattal a városnak nagyon jó a kapcsolata. Épp ezért kiemelten kezeljük ezt a 283 millió forint nagyságrendű projektet, amely kapcsán közösségi ház, szociális jellegű közösségi ház megépítésére, kiépítésére kerül sor, és olyan szükséglakásainak a felújítására, amelyek már évtizedek óta nem kaptak még festéket sem. Épp ezért szeretnénk egyfajta példával előjárni, mint önkormányzat, hogyha mi elkezdjük ezeket az ingatlanokat rendbe tenni, illetve új közösségi tereket létrehozni, akkor ez egy motivációs lökést adhat mindenkinek. Még egyszer mondom, ebben az erenő munkájára is hatékonyan számítunk a jövőben is. Mennyire célozza ez a cigány roma népességnek a munkaerőpiacra való orientálását? Mindenképpen egyfajta minőségi változást szeretnénk a cigányság körében elérni, és pozitív irányú elváltozásokat és elmozdulásokat látunk is, hiszen ha csak arra tekintünk vissza, hogy ezelőtt 4 évvel, amikor itt ültem és beszélgettünk, akkor Vásáros nagyon 530 közszolgálkoztatott volt, jelenleg a 260-at sem éri el a közszolgálkoztatottak száma. Ilyenkor, amikor idény munka van, nagyon sokan az Austria Juice-nál helyezkednek el, nagyon sokan mennek ki vállalkozókhoz almaszedésre, gyümölcsbetakarításra, tehát úgy látom, hogy a cigányság jelentős része megtalálta az utat a munkához. Vásárosnaménynak, és most egy más téma következik, nagyon speciális helyzete van turisztikai szempontból, hiszen eléggé speciális a fekvése a városnak. Milyen előrelépések történtek ezen a területen? Ezen a területen úgy vélem, hogy az elmúlt 3-4 éve jelentőset léptünk előre. Látjuk azt, hogy olyan adottságokkal bír ez a kisváros, amivel nagyon kevesen, talán egyetlen település sem az országban, hiszen közigazgatási határunkon belül 4 folyó található, a Túr, a Kraszna, a Tisza és a Szamos. Ezek közül kiemelten kezeljük természetesen a Tiszát, hiszen a lapátos pihenőhely kialakítása kapcsán a Tiszapart megújult, de azt is tudjuk, hogy a folyamat nem ért véget. Idén nyáron a Beregszíve üdülőközpontban, de ha egyet lépünk vissza a garabonciás táborban, ha még egyet lépünk vissza a régi úttörőtáborban, teljes megújulást tapasztalható, amely folyamat még nem ért véget. Idén több mint 800-an vettek részt vízivándortáborban, kerékpáros vendégtáborban, ezáltal a Tiszapart forgalma jelentősen megmozdult. Kiemelném azt az egységet, ami a Fetivízig és a városunk önkormányzata között tapasztalható. A Fetivízig átérezte azt, hogy a Tiszapartért tenni kell valamit, hiszen tudjuk azt, hogy amikor tavaly a jegesár komoly károkat okozott, ezen emberi erővel és kézi munkával és gépi erővel lehetett segíteni. Idén szinte tengerparti füvenyt varázsoltak oda a Fetivízig dolgozói, külön köszönet Bodnár Gáspár igazgatónak és Molnár Gábor szakaszmérnök úrnak, és persze minden közmunkásoknak, aki ebben besegített. A Tiszapart tehát elmozdult, várjuk a bringásokat, várjuk a hajóval, kenóval, kajakkal érkezőket. Ugyanakkor van egy központi projektünk júniusban, június 3. hétvégén, ez pedig nem más, mint a Sárkányhajó Roadshow. A településről, a környékről már mondhatom azt, hogy a megye több kis településéről is érkeznek hozzánk felkészülten csapatok, akik egyfajta fölkészültség után komolyan véve ezt a programot csapatépítő jelleggel vettek részt a versenyen, de többen eljuthattak Faddomboriba az országos versenyre is, mint ahogy a Vásárosnemény 7.-8. is, valamint Tuzsér és a rendőrség csapata is, úgyhogy mindenképpen megvan a víznek, a homokos partnak, a kerékpárnak és a kajakkenunak a turizmus formáló és erősítő ereje. Ezen a hétvégén pedig idén első alkalommal, egy nagyon komoly mérföldkő az életünkben, Tündér Túr elnevezéssel maratoni kerékpáros versenye került sor városunkban. Hiszem azt, hogy nem kétszer volt ilyen, először és utoljára, hanem jövőre is megszervezhetjük ezt a versenyt. Nem csak a turistákért, hanem a helyi lakosokért is nagyon sokat tesz a város, és hát az eddigi beszélgetés is erről szól, tulajdonképpen a város élhetőségét próbálják folyamatosan erősíteni. Ebben azért jelentős szerepe van a Gólyafészek programnak. Így van, a Gólyafészek program ez nem más, mint a fiatalok helyben maradását szolgáló program. El kell érnünk azt, hogy legyen egy képességmegtartó népességünk, ezért vannak a képzések, ezért vannak a tréningek, ezért vannak a tanfolyamok, mert ezáltal lesz egy népességmegtartó képességünk. És ha egy településnek megvan a népességmegtartó képessége, az a fiatalok átgondolják azt, hogy elmenjenek vagy maradjanak, és amellett döntenek, hogy maradnak. Most ezért jó ez a projekt, hiszen itt a 18-35 éves korosztályt céloztuk meg, azokat a fiatalokat, akik már érettségivel vagy valamilyen szakmával rendelkeznek, de szeretnének ehhez még hozzátenni valamit. Elkezdődött a projekt olyan szinten, hogy önkéntes munkával, a Zuárnapi Sokadalomban, az adventi programban,
valamint a hétvégi rendezvényen is már részt vettek nagyon sokan. A projektnél 15, illetve 150 és 200 fő az az indikátor létszám, akit mindenképpen figyelembe veszünk, a végén pedig 8x2 fő, azaz 16 fő költözhet majd be azokba az ingatlanokba, amelyeket az önkormányzat fölépít, illetve megépít. Azért bontanám ezt két részre, mert egy korábbi ingatlanból, amelyet korábban iskolaként használtunk, és használta a Lónyai Szakközépiskola, visszakerült hozzánk a használta tulajdon eddig is, amilyenk volt. Itt 5 teljesen új lakás kiépítésére, felépítésére kerül sor, míg 3 másik ingatlanunkat felújítunk, nyilázzáró cserékkel és a fűtésrendszer korszerűsítésével tesszük olyan formában lakhatóvá, hogy egy fiatal pár el tudja ott kezdeni az életét. Nagyon fontos, hogy lakbért ezekért az ingatlanokért nem kell fizetniük, 2 éven keresztül lakhatnak a fiatalok majd ezekben a lakásokban, és gyakorlatilag rezsiköltség az, amit fizetniük kell. Ez lehetővé teszi majd, hogy spóroljanak, és ha és amennyiben megkedvelik a vásárosnamény létet, a vásárosnamény életet, akkor a későbbiekben pedig itt vásárolnak majd ingatlant. Nagyon fontos, hogy lehetőségünk volt arra a közbeszerzések kapcsán és a közbeszerzés kiírások kapcsán, hogy helyi vállalkozók is szerepet kapjanak ebben, és ennek mindenképpen óriási jelentősége van. Megjegyzem, valamennyi projektnél van helyi vállalkozó, ez nagyon fontos, hiszen a vállalkozások az adóbevételeinket gyarapítják, és mindenki más szájízzel tekint arra az épületre, amelyet ő épített meg itt a városban. Polgármester úr, köszönjük, hogy mindezekről beszámolt ma nekünk. Köszönöm szépen.